240 éves Magyarország első nyilvános könyvtára, a Klímó könyvtár. 1774 tavaszán alapította Klímó György püspök a Pécsi Egyetemi Könyvtár jogelődjét, a hajdani Pécsi Püspöki Könyvtárat. A jubileum alkalmából egy impozáns kiállítás nyílt a Klímó gyűjteményben. Ez egy olyan különleges alkalom, illeszkedve a Pécsi Tudományegyetem jubileumi ünnepségéhez, hogy mi ennek az ünnepségsorozatnak tulajdonképpen egy első alkalma vagyunk. Mi tudatosan építjük olyan értelemben a mai modern egyetemi könyvtár imázsát, hogy a Klímó könyvtár a mi elődünk, és ennek szellemiségében az elődöknek, az ősöknek a kultúrateremtő, kultúrapártoló, tudományteremtő tevékenysége szellemében kívánunk most is szolgálni. A kiállítás szervezője szerint igyekeztek unikális darabokat bemutatni a kiállításon, olyan dokumentumokat is láthat a nagy érdemű, amik korábban nem voltak elérhetők. Kimondottan azokat a dokumentumokat szerettük volna kiállítani, amik egyediek, vagy országos, vagy helyi szinten, és különleges értékességünk miatt például nem itt a könyvtárban őriztetnek. Így az a 8 kódex, amit mindig a könyvtár történet is emlegett, gazdagon illuminált, kéziratos vagy ősnemutatvány jellegű kódexek, azok kiállításra kerültek, amiket 1949 utántól a Pécsi Egyházmegyénél őriznek különleges értékességük miatt. De nem csak a 18. századból, a 19.-20. századból való könyvtár különlegessége is bemutatásra kerültek a kiállításon, ami október végéig elérhető. Akkor a jubileum egy tudományos konferenciával zárul majd, ahol a kiállításhoz kapcsolódóan kutatók mutatják be tudományos munkájukat az érdeklődőknek.